János gyermekkorában az Ulászló utca 22-ben lakott, az Ulászló és Fadrus sarkán. A Laux Józsi az Ulászló és Tasvezér sarkán, néhány száz méterrel arrébb. Én meg a Kököcsin utcában, az újabb 100 méter, vagy 200. Tehát mi gyakorlatilag földik voltunk, vagy mondhatnám azt is, hogy szomszédok. Tudtunk is egymásról, de az Omega nagyon hamar sztárzenekar lett. Így aztán ők egészen más körökben mozogtak, mint én. Nem egészen más körökben, mert ugyanabban csak ők a színpadon, én meg a nézőtéren. Elég hamar lettem én Omega rajongó, sokat jártam koncertjeikre. Főleg a Kinizsi utcába, amire már kevesen emlékeznek, ez a Műegyetem kollégiuma volt, óriási tornaterem, szabályos színpaddal. Oda jártam szívesen, és az egyetemi színpadra, az egy kultikus hely volt. Ott az mindig ünnep volt, ha ott meg a koncert volt. Én ebben az időben a Magyar Nemzet munkatársaként, illetve az Ifjúsági Magazin munkatársaként elég sok cikket írtam a magyar rockzenéről, illetve a magyar rockzene és a hanglemez kiadás kapcsolatáról. Így aztán azt hiszem, hogy ebben az időben már viszonylagos nevem volt ebben a szakmában. Úgyhogy elég jól eligazodtam a fiúk között, de barátságot kizárólag Benkő Lacival kötöttünk. Hogy miért, azt nem tudom, illetve tudom, hát Benkő Lacival mindenki jó barát, ő egy abszolút nyitott fickó. Följártam hozzájuk, csináltam vele az interjúkat, ezeket publikáltam. A Facebook oldalamon van is egymás mellett két kép, néhány tucat év eltérésével két Benkő interjúról készült. Benkő egyébként nagyon kedves srác volt, akkor ők már csak látogatóban voltak Magyarországon, és amikor itthon volt és találkoztunk, akkor mindig hozott nekem, nem, saját magának, csak kölcsön adott nekem néhány lemezt. Főleg az Omega angol nyelvű lemezeiért vagyok hálás neki, a Time Roverért, a Sky Roverért, meg a Supertrampekért. 1987-ben Sebőki Jancsi barátommal írtunk két könyvet. Az egyiknek Queen volt a címe, a másiknak Deep Purple. Elég nagy port kavartak ezek a könyvek, többször is megjelentették ezeket, több nyelven is. Ezen a sikerem felbuzdulva ajánlatot tettem a fiúknak, hogy írnék én egy Omega könyvet. Csak hogy 1987 volt. Ugye mindenki tudja, ez volt az az év, amikor az Omega leállt. Hát nem nagyon érdekelte őket, mit mondjak. Az országos rendezőiroda büféjében, illetve annak egy mellékhelységében ültünk le, olyan volt, mint egy vizsga. Én ültem az asztal egyik szélén, az öt zenész a másik oldalán, és beszélgettünk arról, hogy mi legyen. Nem nagyon érdekelte őket, mondjuk ki, nem érdekelte őket. Inkább azzal foglalkoztak, hogy miből élnek meg, hiszen az Omega zenéléséből nem. Így aztán ez a könyv, maga az ötlet is szépen elhalt. De most, ahogy mondom ezeket a szavakat, azt gondolom, hogy lehet, hogy most kéne megírni ezt az Omega könyvet. Könyvet nem, de filmet forgattam róluk. Egészen az 50. évfordulóig vártam. Akkoriban elég sok koncertfilmet forgattam, és amikor jött az Omega 50, akkor én engedélyt kaptam a Magyar Televízióban, hogy egy kétrészes koncertfilmet készítsek róluk, és egy portréfilmet is. Nagyon élveztük ezt a munkát. Annyira, hogy ez volt az az időszak, amikor magával Kóborral is összebarátkoztam, mint ahogy azt gondolom, hogy a zenekar többi tagjával is. Azóta egyszer-kétszer meghallgatom őket Magyarországon is, vidéken is, templomban is, külföldön is. Szeretem az Omegát. Aztán van még egy érdekes történet, legalábbis számomra érdekes, az Omega oratóriumok templomi sorozatáról. Néhány évvel ezelőtt az Omega Debrecenben, a református nagy templomban,
adta elő az oratóriumot, számomra ez egy kultikus hely, úgyhogy azt is fölvettük. Gyönyörű volt az időjárás, hideg, tél, havas, a templom előtti téren mindenfa gyönyörűen kivilágítva, a téren korcsolyapálya, a gyerekek önfeledten korcsolyáztak, igazán felemelő volt a környezet, jó volt a stáb, együtt volt a zenekar, minden stimmelt. Amikor a kamera próba volt, akkor már úgy olyan furcsa érzésem volt, de hát itt vagyunk, csináljuk. A zenekar rendben lejátszotta a magáét, a közönség hálás volt, tapsolt, igazán együtt élt a produkcióval. Siker volt. Hazavittük az anyagot, és a vágószobában azt hittem, hogy a kardomba dőlök. Az Omega egy újfajta világítással kísérletezett, LED lámpákkal világított. Ezt mi azelőtt nem mértük be. De hát, ha bemértük volna, és ott voltunk már, mit tehettünk? Fölvettük. Nos, ezektől a lámpáktól Kóbor János feje helyén, hol egy kék színű maszat volt, hol pedig egy rózsaszín, esetenként lila. Próbálkoztunk mindennel, átszíneztük, próbáltuk mindenféle színmegadó technikával, veszett fejszennyele. Úgyhogy vérzett a szívem, amikor rányomtak a delete gombra. És azon gondolkodom, hogy talán az 55. évfordulóra is kéne csinálni egy koncertfilmet. Trunkossal már beszélgetünk róla.